nem így indult a, az életem, hogy én tűzoltó leszek, de van családi vonatkozása, édesapám is tűzoltó volt, ugyanígy itt a szekszárdi tűzoltóságon. Természetvédelmi őr szerettem volna lenni. Ez amikor a sorkatonai szolgálatom véget ért, akkor ez úgy nézett ki, hogy ez sikerülni is fog. Aztán akkor nem volt felvétel, és közben meg a családba fölmerült, hogy hát miért ne próbálja meg a tűzoltóságot. Engem leginkább a segíteni akarás motivál. Tehát az egy nagyon jól eső érzés, amikor mi tudunk segíteni valakin, aki bajban van, aki egy balesetnél tudunk könnyíteni rajta, meg tudjuk menteni az értékeit. Mi igazából egy nagy család vagyunk, és így, hogy ugye 24 órás szolgálatban vagyunk, egyik reggel elkezdjük a szolgálatot, következő reggel leadjuk, tehát az életünknek egy jó részét itt töltjük együtt, egy férfi társaság, és nagyon jól fel tudjuk dolgozni azokat a helyzeteket, ami szomorúsággal tölti el az embert. Nem gondoltam, hogy én leszek a kiválasztott, de ezt is leginkább a kollégáimnak, meg itt a szolgálati csoportomnak, közvetlen előjáróimnak köszönhetem, hogy rám gondoltak. Hát örömmel töltötte és büszkesége, de hát egy kicsit azért meg is lepődtem.